A Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés, Jász-Nagykun-Szolnok megye díszpolgára díjat adományoz Varga Mihály pénzügyminiszter úr részére. Mindenek előtt őszinte szívvel köszönöm meg Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közgyűlésének, hogy mostantól a megye díszpolgára lehetek. Nagyon megtisztelő a díszpolgári cím. Nagyon köszönöm a méltató szavakat is. Meg kell mondanom, ezek némiképp zavarba is hoznak, elgondolkodtatnak. Egyrészt itt az Alföld közepén olyan vidéken élünk, ami mindig is könnyen került hódító seregek útjába, hiszen egy-két kivételtől eltekintve nincsenek kőváraink, nincsenek természetes akadályaink. Belénk ívódik az óvatosság, talán egy kicsit a gyanakvás is. Bizonyára mindannyian átéltük azokat a szomszédainkat, ismerőseinket, akik ha valami zajt hallanak, vagy valami szokatlan észlelnek, kinéznek a kerítés fölött, aztán megnyugodva konstatálják, hogy az idegen tovább ment. Másrészt a mindennapokban, amikor dolgozunk, döntéseket hozunk, tárgyalásokat folytatunk, vagy éppen barátainkkal beszélgetünk, ritkán gondolunk a munkánkra egységes egészként. Az ünnepnapok, a különleges alkalmak azonban összegzésre késztetnek. Ilyenkor a magunk számára is megfogalmazzuk, hogy melyek azok az értékek, amelyeket követünk, számot vetünk eredményeinkkel, és megfelelő távlatban látjuk az előttünk álló feladatokat is. Felelős politikusként, magánemberként, családapaként vallom, hogy az ember csak egy meghatározó értékrend szerint élhet és dolgozhat. Ez a belső erő ad lendületet a hétköznapokban, segít át a nehézségeken, és ad irányt a jövő megfogalmazásához. Áldás, ha láthatjuk eredményeinket, áldás, ha tudhatjuk, hogy munkánk segítette szülőföldünk fejlődését, a magyar emberek előrejutását. Ahogyan körülnézek a teremben, sok ismerős arcot látok, sok barátot, akik tudják, hogy magam is mindig a megyébe, Jász-Nagykun-Szolnok megyébe hazajövök. Meggyőződésem, hogy csak úgy tudjuk jól mások számára is hasznosan végezni a munkánkat, ha világosan látjuk, hol vannak a gyökereink, honnan indultunk. Kik a szüleink, kik voltak a tanáraink, és ismerjük a híres, jeles Nagykun és Jászkun elődeink életútját. Ez mindenek mellett nagyszerű érzés is, és biztos vagyok abban, hogy ezzel itt a teremben mindannyian így vagyunk. Ahogyan abban is, hogy a ma elismerésben részesülők nevében is mondhatom, hogy mindennapi munkánk során kimondva, kimondatlanul ott van ez a gondolat, ott van ez az érzés. Magánemberként és a kormány tagjaként is, amikor lehetőségem nyílott és nyílik, mindig szem előtt tartottam és tartom a megye településeinek fejlődését. Tennivaló volt és van bőven. Továbbra is az a célom, hogy településeink, városaink, falvaink infrastruktúrája, közintézményei fejlődjenek, a térség gazdasági eredményei javuljanak, vagyis legyenek előremutató beruházások, biztos és jó munkahelyek, amelyek biztos és jó megélhetést adnak az embereknek. Jusson figyelem a turisztikai beruházásokra, például a termál és gyógyfürdő fejlesztésekre. Meggyőződésem az is, hogy ebben a mostani igen nehéz helyzetben is felelősek vagyunk kulturális és hitéleti örökségünkért, intézményeinkért is. Nagy öröm, hogyha ez a munka az itt élők közösségének elismerését is elnyerte. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Nemzeti ünnepünk jeles napjára készülünk, és engedjék meg, hogy én is néhány gondolatot ennek kapcsán kifejtsek. Államalapító királyunk Szent István napján arra az uralkodóra emlékezünk, aki egész életében a magyarok megmaradásáért harcolt, ennek a célnak rendelte alá minden cselekedetét. Ezért, amikor Szent Istvánt és a magyar állam létrejöttét ünnepeljük, újra és újra emlékezetünkbe kell idéznünk,
hogy ez a lépés akkor a külső fenyegetettség és a belső széttagoltság miatt a magyarság jövőjét jelentette. Ahogyan azt is, hogy az évtizedek munkája volt egy olyan erős keresztény állam felépítése, amely megállta helyét a nemzetek sorában. Fel kell idéznünk azt is, hogy a magyar volt az egyetlen a nomád népek között, amely Európában sikeres államot tudott alapítani. Neki köszönhetjük azt is, hogy ma is a magyar történelmet írjuk, magyarul szólalhatunk egymáshoz, itt a Kárpát-medencében, és támaszkodhatunk a keresztény hit megtartó erejére. Minden nap megéljük azt is, hogy első királyunk olyan országot hagyott ránk, amelynek népe a mai napig megőrizte nemzeti karakterét, a szabadsághoz, a szabad döntéshez való ragaszkodását. Ránk hagyta azt a szilárd hitet is, hogy viharok, megpróbáltatások és fenyegetettségek közepette se adjuk fel értékeinket, hitünket, merjünk a magunk módjára élni, merjünk ragaszkodni nemzetünkhöz. Merjünk büszkék lenni arra, hogy magyarok vagyunk. Így szólnak erről István király első törvénykönyvének sorai. És mert minden nép saját törvényeit használja, ezért mi is, Isten akaratából kormányozván államunkat, előírtuk népünknek, miként éljen tisztességes és háborítatlan életet. Szent István országlása a harcok és viszályok ellenére hatalmas léptékű országépítő munka volt, amiben sokan segítették. A magyar előkelők közül Aba Sámuel, Csanád, Szolnok és Doboka Ispánok álltak szilárdan mellette, nevük egy-egy királyi vármegye elnevezésében él tovább. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az elmúlt évek tanulsága az is, hogy eredményt a mában is csak elkötelezetten a célokra koncentrálva és kitartó munkával érhetünk el. A gondok sajnos nem enyhülnek. A járványt követő gazdasági visszaesést a világban nem a gyors kilábalás, hanem egy még vészterhesebb időszak követte. A háború gyors lezárására egyre kevésbé lehet számítani. Azonban, ha nem sikerül belátható időn belül elérni a békét Ukrajnában, akkor minden eddiginél súlyosabb nehézségekkel kell szembenéznünk. Azt azonban ismét megtanultuk, hogy egynek minden nehéz, sokaknak semmi sem lehetetlen. Közösen, együtt dolgozva, egymásért felelősséget vállalva leküzdöttük a járványt és a gazdasági válság hatásait is. A tanulság sem maradt el, ma is igaz a régi mondás, a jól befektetett munka mindig megtérül. Mert azok az országok tudtak a legkisebb veszteséggel kikerülni a válságból, amelyek erős gazdaságot építettek, és a nehéz helyzetekben is megőrizték értékeiket. A tavalyi év második felében elsősorban még az előző válság hatásaként már érzékelhető volt a nyersanyagárak emelkedése. Az infláció megjelent szinte minden országban a világon, ez a mi esetünkben importált inflációt jelentett, amikor az alkatrész és chip hiányok, a nyersanyagok és az energia világpiaci drágulása már erőteljesen érzékelhető volt. Ezt tetézte az orosz-ukrán háború kitörése és a hozzá kapcsolódó uniós szankciós csomagok. Ezzel egy időben, ez természetes, romlanak az országok növekedési kilátásai, és megjelent a gazdasági visszaesés lehetősége, az ettől való félelem is. Bizakodásra ad okot, hogy az idei év első negyedévében a magyar gazdaság 8%-kal, és épp a mai napon közölte a statisztikai hivatal, hogy a második negyedévben pedig 6,5%-kal növekedett. A globális alkatrész hiány és a növekvő energiárak mellett az erősödő inflációs nyomás azonban nálunk is lassítja a gazdaságot. Az orosz-ukrán háború tovább árfelhajtó erőt jelent, tovább rombolja az ellátási láncokat, így fékezve a kilábalást és a növekedést. A jelenlegi helyzetben a magyar kormány a legfontosabb feladatának az ország békéjének és biztonságának a megőrzését tartja. Ugyanakkor célunk az is, hogy megőrizzük a nehéz munkával elért eredményeket is. Tehát még erősebben figyelünk a családok megerősítésére, a munkahelyek megtartására, a nyugdíjasok védelmére, és ezzel együtt arra, hogy fenntartsuk a gazdasági növekedést. Ez utóbbi többek között
a beruházások támogatását is jelenti. Nem tekinthetünk el attól sem, hogy a háború veszélyt jelent hazánkra nézve, ezért meg kell erősítenünk a honvédelmünket is. Beruházás tehát lesz, de beruházás most elsősorban a biztonságba kell tennünk. A világban zajló válság pedig fel fogja erősíteni a migrációt, ami ellen szintén védekeznünk kell. Tudjuk, úgy kell gazdálkodnunk, hogy a magyar gazdaság a romló világgazdasági környezetben is megállja a helyét. Azon dolgozunk, hogy a rezsicsökkentést és a háborús árak ellenére is tartsuk. Meg kell védenünk a munkahelyeket, a 4,7 milliós rekordfoglalkoztatottságot, amelyek az elmúlt évtizedekben elértünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nehéz helyzetben van a világ, nehéz helyzetben vannak Európa országa is. Hiszem, hogy a megváltozott, sok tekintetben válságosra fordult körülmények közepette akkor tudunk boldogulni, ha megőrizzük önállóságunkat, értékeinket, megtartjuk hitünket, és azzal a kitartással, szorgalommal dolgozunk, ahogyan ezt eddig is tettük. Ehhez ad hozzá egy nagyon értékes többletet, a közösséghez, a nemzethez tartozás, az együtt elképzelt jövő és a szándék, hogy megdolgozunk érte. Mert a mi munkánk is meghatározza, hogy a viharok elmúltával milyen világban fogunk élni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ha egy olyan foglalkozást választasz, amit szeretsz, akkor egy napot sem kell dolgoznod életed során. Sokszor idézzük ezt a gondolatot Konfúciusztól. Szerencsés embernek érzem magam, mert a munkámmal azt a mély meggyőződésemet szolgálhatom, hogy teljes erőnkkel tennünk kell Magyarország, a magyarság felemelkedéséért. Hálás vagyok a sorsnak, hogy ezekben az ember próbáló időkben részese lehetek a polgári kormány munkájának. A továbbiakban is sok munka vár ránk, és ahhoz, hogy el tudjuk végezni, még az eddigieknél is nagyobb elkötelezettségre, összefogásra és hitre lesz szükségünk. Köszönöm, hogy rám gondoltak, a díjat köszönettel elfogadtam. Köszönöm, hogy meghallgattam.